Több mint 40 állam, köztük Magyarország is felfüggesztette a légi közlekedést az Egyesült Királysággal, miután a brit hatóságok bejelentették, hogy Londonban és Dél-Kelet-Angliában a koronavírus új, az eddiginél is fertőzöttebb változata jelent meg. Franciaország lezárta határait, így a Lamás csatornán keresztül szünetel a teherforgalom is. A brit oldalon pedig Dovernél hatalmas sorokban kígyóznak már második napja a kamionok. A francia határok zárva. Ez a felirat olvasható a La Manche csatorna brit oldalán a Doveri kikötőben. Az elmúlt éjjel sem változott a helyzet, 1000-nél több kamion ragadt a szigetországban. Hétfőn napközben is ugyanilyen áldatlan állapotok uralkodtak. A teherautók több 10 kilométer hosszan kígyóztak a Dover bevezető úton. Ez vélhetően még egy ideig így is marad, amíg nem születik egyesség, hogyan lehetne újraindítani a közlekedést. Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb nemzetközi tengeri kombkikötője. A karácsonyi áruszállítási csúcsidőszakban naponta átlagosan 10 000 kamion kel át a két part között. Az események szombaton gyorsultak fel, amikor Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, Londonban és Anglia délkeleti részén a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70%-kal fertőzőbb törzse bukkant fel. Mint mondta, egyelőre arról nincs adat, hogy a mutáció súlyosabb megbetegedéseket okozna, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzsel szemben. A brit kormány a legszigorúbb védőintézkedéseket vezette be Londonban és környékén. Kijárási tilalmat rendeltek el, noha az emberek enyhítésre számítottak karácsonykor. Sokan pánikszerűen menekültek a brit fővárosból. Az európai országok és más államok is rendkívül gyorsan reagáltak. Sokan a londoni Heathrow repülőtéren szembesültek azzal, hogy nem utazhatnak külföldre, járataikat törölték. Több mint 40 ország, köztük Magyarország is úgy döntött, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. A csalagútban a vasúti közlekedés is szünetel. Boris Johnson hétfőn este bejelentette, London megérti az országok aggályait, de kapcsolatba léptek Párizzsal, hogy minél hamarabb megindulhasson a teherforgalom Dover és Calais között. A brit miniszterelnök azt mondta, Emmanuel Macron francia államfő ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül rendeződik a helyzet. Az egyik legnagyobb brit szupermarket lánca közben azt közölte, hogy ha nem változik a helyzet, a következő napokban hiány lehet friss citrus és saláta félékből, amelyeket az Egyesült Királyság az évnek ebben a szakaszában kizárólag a kontinensről importál. A nagy áruházak országszerte fokozott felvásárlásokról számoltak be, ezért bizonyos élelmiszerekből már most hiány van. Az egészségügyi világszervezet szerint egyébként a koronavírus fertőzőbb változatát már szeptemberben azonosították Anglia délkeleti részén, és ugyanez a kórokozó felbukkant Dániában, Hollandiában, Olaszországban és Ausztráliában is. A WHO felszólította az európai országokat, hogy szigorítsanak a járvány terjedése elleni intézkedéseiken.